A Pannon Filharmonikusok, ahogyan azt már a közönség megszokhatta, minden alkalommal csodás hangversenyekkel kedveskedik a zeneszeretőknek. Legyen szó a Kodály Központról, a budapesti műpáról, vagy külföldi fellépésekről, az együttes a hírnevéhez méltó koncerteket ad. A művészek ennek is köszönhetik azt, hogy a napokban nívódíjjal tüntették ki a zenekart. A Made in Pécs városi magazin minden évben több kategóriában is hirdet győztest, a jelöltek közül pedig a helyiek választhatnak. Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója úgy fogalmazott, nagyon értékes ez a díj. Attól válik értékessé, hogy Pécstől kapjuk, a pécsi közönségtől kapjuk, a civil közösségtől kapjuk, és nem csak szakma reagál arra, amit a Pannon Filharmonikusok a hangversenytermekben megszólaltat, hanem az a közeg, amelynek megszólaltatjuk a művünket. Tehát valóban a polgárságnak, a jelzéseinek a becsatornázását érzem ebben a díjban, és ezen a ponton nagyon szeretném megköszönni a Made in Pécsnek egyrészt a jelölést, másrészt a csapatuknak azt a reflexiót, amivel nyomon követik és támogatják a pécsi kulturális életet. Mindegyikünknek nagyon fontos. Annak is, aki végül díjat nyer, annak is, aki jelölt ebben a versenyben. Nagy öröm számunkra, hogy a kezdetektől minden évben kapunk jelölést, most is két kategóriában is jelöltek bennünket, a nívódíjat meg is kaptuk társakkal együtt, a Bartók Béla férfikarral és a Csorba Győző könyvtárral együtt kaptuk meg ezt a díjat, illetve az éveseménye kategóriában is jelöltek voltunk a nyári fesztiválunkkal, az Aperitif-el, ott az Ukmukfuk projekt nyerte el a díjat, gratulálunk nekik. Szóval nagyon-nagyon erős visszajelzés, nagyon értékes számunkra, örülünk, hogy nem első alkalommal lettünk díjazottak, és bízom benne, hogy a következő évek munkája is előhívja majd a jelölés lehetőségét. Az elmúlt időszakban számos kiemelkedő programot szervezett a zenekar. Az igazgató szerint nem is érdemes kiválasztani egy-két eseményt, hiszen minden rendezvényükre büszkék a művészek és a háttérben dolgozó munkatársak is. Valóban nagyon-nagyon komoly munka folyik, és hétről hétre olyan produkciókkal léphetünk a közönség elé, ami unikális. Egy szimfonikus zenekarnak az a működésnek az a sajátosság, hogy minden koncert egy premier. Nagyon-nagyon fontos időszak van mögöttünk, ezekről örülök, hogy annak én szót ejtettünk, a jubileumi koncertünk természetesen mindenek előtt ilyen, de hogyha már az előbb említettem az éveseménye díjjelölést, szerintem egy olyan fesztivált, olyan rövid néhány napos eseménysort sikerült a Kodály Központ előtt megvalósítanunk, ami azt gondolom, azt remélem, hogy hagyományt teremtődött, és minden évben megrendezhetjük itt, legalábbis a közönség visszajelzések erről tanúskodnak. Természetesen az előttünk lévő időszak is tele van olyan program, ami rendkívül fontos, akár csak pár nap múlva a Kodály Központban és a műpában színpadra lépünk, és végre eljátszhatjuk azt a kortárs amerikai zeneszerzőnek, Corigliának az Oscar-díjas filmzenéjét, a Vörös Hegedűt, amit már a pandémia miatt két évvel halasztunk, és most végre sor kerülhet. De hát vége láthatatlan felsorolni a zenekarnak az eseményeit, hogyha mindenkit, aki szereti a komoly zenét, szereti az akusztikus zenét, egyáltalán szereti a fülét kényeztetni, és szereti az elmélyült gondolkodásnak a lehetőségét, annak javaslom, hogy kattintson ránk és hallgasson bennünket.
Mint ahogy azt Horváth Zsolt is említette, a Pannonfilharmonikusok nemrég ünnepelte fennállásának 210. évét. 1811. december 9-én Lickl György bécsi zeneszerző alapította az együttest. Most több a kerekjubileumhoz kapcsolódó program is helyet kapott az évadban, bár kiemelten egy esemény sem erre a gondolatra épül. Nevesítetten nem tartunk ehhez programokat, inkább az egész évadnak a szerkesztése reflektál erre. Nevezetesen mire is? Azt gondoljuk, hogy amit a szlogenünkben megpróbáltunk megfogalmazni, hogy a PFZ-nek 210 éve van jövője. És azt gondoljuk most is, hogy ez az együttes Pécsnek azon értéke, magyarországi művészeti életnek az a műhelye, amelynek feltétlenül kell, hogy jövője legyen. A szakmai munka is ennek jegyében folyik, a műsoralkotás is ennek jegyében folyik. Csak egy kulisszatitkot hadd áruljak el, épp a napokban egyeztünk meg az új, írtunk alá szerződést a zenekarnak az új házi zeneszerzőjével, akinek a nevét most még nem fedném föl. Szóval a kortárs zenében épp úgy jelen vagyunk a legfrissebb reflexiókkal, a művészeti társadalmi eseményekre épp úgy jelen vagyunk, mint a nagy kultúrkincsekkel. De ennél talán még egészebb az, ha arról ejtünk szót, hogy közös felelősségünk van abban, hogy ne csak 210 év múltunk legyen, hanem valóban jövőjünk is legyen.